Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk egybe itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, hogy megéljük, tudatosítsuk élethivatásunkat, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, az örök főpapnak kegyelmével gazdagodva. Az Úr Jézust így ünnepeljük a mai napon, a pünkösd utáni csütörtökön, mint örök főpapunkat. És ebbe a papi szolgálatba kapcsolódunk be keresztségünk által mindannyian, és sajátos módon pedig a média apostoli szolgálattal, akik tudatosan vállaljuk azt, hogy fölajánljuk az életünket tanúságtételként, az evangélium hirdetéseként, jelként, mely rámutat Krisztus szolgálatára és szeretetére. Az Apostol Televízió szolgálata ma is lehetővé teszi, hogy együtt ünnepeljünk. Velünk vannak média apostolaink, értük, illetve az ő ima szándékaikra ajánlom fel ezt a mai ünnepi szentmisét, mindazon ima szándékokra, amelyeket elmondtak tegnap délután az Imalánc című élő adásban, vagy amit a szívükben hordoznak, és amelyben a közösség imáját kérik. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön mi tessék, hogy
Könyörögjünk! Istenünk, te Krisztus Urunkat örök főpappá tetted, hogy téged megdicsőítsen, és az embereket üdvözítsen. Ott, hogy a nép, amelyet vér árán neked szerzett, az ő emlékezetét ünnepelve, részesedjék keresztjének és feltámadásának kegyelmében, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Ime szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik, amint sokan elborzadtak láttán, hisz oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még sohasem hirdettek nekik, és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyektünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját, mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele, ugyan kitörődik ügyével. Igen, kitépték az élők földjéről, és népen bűnei miatt halállal sújtották. A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel, ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Azért, mert lelke szenvedett, látni fogja a világosságot, és betelik megelégedéssel. Sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek zsákmányai, amiért életét halálra adta. És a gonosztevők közé sorolták,
noha sokak vétkeit hordozta, és közben a bűnösökért imádkozott. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenem. Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk. Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt, vegyétek és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban. A mi Urunk Jézus Krisztus, örök főpapunk, annak idején az Ószövetségben Ábrahám ősatya, a választott nép kiválasztottja, legelső őse találkozott egy különleges papi személlyel, Melkizedekkel, aki eltérő hivatást mutatott és gyakorolt mindazoktól az áldozat bemutatóktól eltérően, akik korábban vagy később a Mózes, illetve Ároni vagy ószövetségi papságban tevékenykedtek, hiszen ez a szolgálat is később Ábrahám unokájától, illetve az ő fiaitól, annak egyik fiától, Jákob egyik fiától eredeztethető. A leviták törzsében ezt a szolgálatot teljesítették. Melkizedek azonban, ez a különleges pap, örök főpapként áll az Ószövetségben, és az ő örök főpapságát vonatkoztatjuk Krisztusra magára és a krisztusi papságra, mindazokra, akik Jézus Krisztus papságában részesednek a felszenteltség által, vagyis az ő apostolai és az ő utódaik a krisztusi módon továbbadott áldozatbemutatóknak a szolgálata, Melkizedek rendje szerinti papság, örökös papság, amelyben nincsen sem
mulandó, romlandó emberi áldozat, és az áldozat bemutató is az örök főpaphoz kapcsolódik, aki ott van immár a mennyei dicsőségben, és ott is folytatja az áldozatát. Az Úr Jézus itt a földön behelyettesítette önmagát, a véres áldozatok, az ószövetségi papság által bemutatott sokféle áldozat helyébe, nem csak véres áldozat volt, hanem egyéb más termény, vagy illatáldozat, vagy egyéb más ajándék, ami az emberi munkának, a föltermésének a gyümölcse, de mindezeket összegezve és felülmúlva az ember, az emberiség nevében egyedüli és örökkévaló áldozatot mutatott be az Úr Jézus a keresztfán. Majd pedig tudjuk ő róla, és ezt Tamás apostol is hitelesíti, meg a többi apostol, hogy feltámadása után a megdicsült testén is viselte a sebhelyeket, hiszen Tamás megérinthette azokat. Majd pedig fölment Jézus a mennybe, ebben a megdicsült, föltámadt testében, ami arra utal, hogy Jézus magával vitte a földi szenvedéséből származó sebeket, az átjuggatott kezét, lábát, átszúrt oldalának sebét, amelyeket elszenvedett a keresztfán, a keresztre feszítéskor. És így van ott a mennyben, a sebhelyekkel, amelyek nyilvánvalóan nem sajognak, nem fájnak, nem véreznek. Ez csak egyszer történt, amikor az ő emberi áldozatát, mint főpap felajánlotta a mennyei atyának a kereszt oltárán. De az áldozati lelkület, az áldozat bemutatás örökké valósága folytatódik a mennyben, a nem fájó sebekkel, hanem jelekként vannak ott a testén az Úr Jézusnak is, amit a Szentmisében is szoktunk mondani, és amit a zsidókhoz írt levél is hangsúlyoz, hogy örökké él Krisztus, immár a mennyei dicsőségben, hogy közben járjon értünk. Vagyis folytatódik, és állandóan érvényben van az ő önátadása, szeretete a mennyei atya iránt, amit ő az egyszeri, de örök időkre szóló emberi áldozatában bemutatott. Ez az engesztelés és közbenjárás az Úr Jézus részéről mindörökké fennáll az idők végéig, amikor már oda vezet majd bennünket, reméljük, hogy minket is, a mi saját és áldozatos életünk felajánlását követően oda vezet minket is az áldottak oldalán a mennyei atyához. Így tudunk ma is ünnepelni, így mondhatjuk azt a hitünk szerint, hogy a Szent Mise az áldozat, mert amit Jézus emlékezetére cselekszünk, én is, mint pap az ő személyében, itt az oltárnál imádsággal végzek. Ez a papi szolgálat valódi áldozat bemutatás, ami örök főpapunk áldozatába való bekapcsolódás, amelyben nem csak én közreműködhetek, mint pap, hanem ti is mindnyájan, akik imával, önfelajánlással ide teszitek a saját életáldozatotokat az oltárra. Ezt teszik otthonaikban is, velünk együtt ünnepelve, a mi média apostolaink, akik most is velünk vannak a televíziós közvetítéssel, Krisztus örök áldozatának, örök főpapságának vagyunk mi szolgálattevői, és így lehet értékes minden emberi felajánlásunk, amit
áldozatként odaadunk Istennek minden emberi erőfeszítés áldozathozatal, Jézus örök papsága és önátadása által értékes ajándék lehet a mi emberi részünkről is a mennyei atyának. Erre gondoljunk a mai szép ünnepen, és bátorítom a kedves média apostolainkat is, nyilván a jelenlévő testvéreimmel együtt, hogy vállaljátok mindnyájan ezt a szép feladatot tudatosan, hiszen nem csak egy média szolgálat az, amit mi gyakorolunk, hanem apostolkodás, ami azt jelenti, hogy tudatosan ajánljuk föl a szolgálatainkat, jó példánkat, imáinkat a világ életéért és megújulásáért, azzal a tudattal, hogy Jézus a mi legfőbb áldozat bemutatónk, és mi bekapcsolódhatunk az ő végtelen áldozatába. Ehhez kérjünk most áldást a szép mai ünnepen, legyen mindnyájunk élete igazi szeretet ajándék, vagyis áldozat a mennyei atyának az ő dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, bízó lélekkel forduljunk a mennyei atyához, kérjük irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek. Hogy az keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és az igazi egyetértést, kérjük Urunkat. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg! Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol levő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass minket! Hogy média apostolaink ima szándékai meghallgatást nyerjenek az Úristen előtt, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass minket! Hogy elhunyt szeretteinket, média apostolainkat, a templomunkban nyugvó híveket viszont láthassuk a boldog föltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass minket! Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A 226-os ének 5. és 6. versszakát énekeljük. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből ezt áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, hadd, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt. Meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, erőt áraszt lelkünkbe. Ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára mos minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy! Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten maradj! Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a szent áldozás alatt a 126-os éneket énekeljük.
Kedves testvéreim, az Úr Jézus szent áldozatának kegyelme kiárad azokra a testvéreinkre is, akik otthonaikban ünnepelnek és fölajánlják imáikat, életáldozatukat. Most ezeknek a kedves testvéreimnek kínálom fel a lelki áldozás lehetőségét. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk! Részesedtünk Istenünk a szent áldozatban, melyet szent fiad azért rendelt, hogy az ő emlékezetére mutassuk be, add, hogy vele együtt mi is neked tetsző áldozattá váljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Szeretett testvéreim, mind a mai napon, mind az életünk további lehetőségeiben igyekezzünk megtalálni azokat az alkalmakat, amelyekben életáldozatunkat fölajánlhatjuk az Úr Jézussal együtt a mennyei atyának. Erre kérem most az áldást, keressük mindnyájan és kérjük Jézus erejét, kérjük, hogy adjon világosságot, hogy megláthassuk áldozati lehetőségeinket. Ezt a keresést, kérést fejezik ki majd a 146-os ének első-második versszaka, a litániát pedig ma a 200-as ének eléneklésével fogjuk végezni. Folytatódik az Apostol Televízió közvetítésében minden este 6 órakor is, így ma este is, a Határok nélküli rózsafüzér, a Szent Atya által elindított ima maraton a járvány elmúlásáért. A mai este élő adásban Ukrajnába utazhatunk lélekben, az Isten Anyja szentélybe, ahonnan a mai közös rózsafüzér imát közvetítjük. Fogadjátok alázattal és boldogan az áldást. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve térjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj érettünk.